néhány nagyon fontos dolog, ami az elkövetkezendő időkben fog jönni nekünk tőlük. Na szasztok, srácok, majd videóban... AirPods. Mindenki ismeri őket. Aki nem, az meg valószínűleg eddig egy barlangban lakott, de most már elmondom akkor, aki nem tudná. Kicsi baszások, amiből ki lehet szedni, berakod a füledbe és hallgatod a zenét. Igen. Na ezt akarják most upgrade-elni. Tehát most jön az AirPods 2, illetve az AirPods 3. Amit tudni kell róluk, mind a kettő vezeték nélküli töltést fog kapni, tehát valószínűleg az aljának is lightning, az így hogy így eltűnik. Aztán egyéb infók az AirPodsról. Az AirPods 2 az valószínűleg, hogy fog kapni legalább, és jó lenne, hogyha kapna egy 16 vagy 32 gigás belső tárhelyet, és így az összes zenédet tudod magaddal vinni. Nem kell hozzá Apple Watch, vagy iPhone, vagy bármi, amit te edzéshez viszel, hanem csak maga a kis box, meg benne a két füles. Na de, AirPods 3. Tehát az az alapkoncepció, hogy lesz rajta egy ilyen kezelőfelület, mint a régi iPodokon, és ezt így majd így szépen összeeszkábálják nekünk, és akkor még irányítani is tudjuk őket normálisan, tehát zenét, stb. És ami egy hatalmas nagy előrelépés lehet az Apple felől, az nem más, mint srácok, jön az AirPlay 2. Mit jelent ez? Tehát, aki nem tudná, mi az AirPlay, az annyi, hogy az Apple cuccok közötti kommunikáció, tehát nem NFC, nem Bluetooth, hanem AirPlay, ez egy ilyen külön dolog. És hogyha az új AirPods megkapná az AirPlay, és az alján mondjuk lenne egy USB Type-C, mert ne Lightning, egy USB Type-C HDMI konnektor, akkor simán rá tudnánk kötni a tévénkre az AirPodsot, és bármilyen képernyő MacBooknak, vagy iPadnek, iPhone-nak a képernyője simán megosztható lenne. Magyarul! Felváltaná az Apple TV-t. És elviszem az asztalt. Valószínű, hogy még fog kapni további egészségügyi funkciókat. Tehát most is van benne egy gyorsulásmérő, meg egy fülközelség érzékelő, ami csak arra való, hogyha kiveszed, akkor ugyebár megállítja a zenét. Ezen kívül elméletileg hőmérsékletet fog mérni, amit nem tudom nagyon, hogy mi értelme van. A gyorsulásmérő az marad benne, illetve vízálló lesz, tehát az AirPods 2 az valószínűleg cseppálló, nem mintha most nem lenne az, csak egy picit jobban, és a 3-as pedig már szabvány szerinti vízállóságot kap, tehát ha úszol, akkor nagyon kellemesen bele fogja nyomni az összes vizet a füledbe. Mi és közben még zenét is tudsz hallgatni, szóval a füldugulás az ilyen tökéletes dolog lesz. Az árakról beszélünk, hát most kerül 60 ezer forintba, tehát aki AirPodsot akar venni, most már ne vegyen, akkor már inkább várjátok meg, srácok, a 2-est, 3-ast, nem tudjuk, hogy mikor jön ki, de egy éven belül biztos, hogy meg lesz annyi, meg kibír mindenki, remélhetőleg. Ilyen marad szerintem ez a 60-70 ezeres árazás, az AirPods 2 pedig ilyen 50 körül fog majd kijönni a piacra. Hát így körülbelül ennyi már a srácok. Következő videóban találkozunk, vagyis vigyázzatok!